Elsően és elsősorban különböző kulturális tevékenységekről, közműveledési programokról, temetőfelújításról, nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségekről esett szó, de megvitattuk azt is, hogy hová kerüljenek különböző kárpótlással kapcsolatos iratok és dokumentációk, és beszéltünk arról is, hogy az új nemzeti alaptanterv keretek között hogyan érvényesülnek azok a szempontok, amelyet a zsidó közösségek oktatási szakértői fontosnak találtak az elmúlt időszakban. Egy rendkívül konstruktív hangulatú dialógus volt a mai napon. Áprilisban ülésezik a következő zsidó közösségi kerekasztal. 2012-ben állapodott meg a kormány a magyarországi zsidó szervezetekkel, hogy rendszeresen negyed évente találkozunk és átbeszéljük a kormány és a magyarországi zsidó közösségek aktuális ügyeit.